Mostanra már rendszeresek a reggeli fagyok, így a gépjármű ablaküvegén megjelent a jegesedés, amit minden indulás előtt el kell távolítani, hangsúlyozta Kádár Brigitta, a rendőrszázados. Minden esetben szükséges arra odafigyelni, hogy napközben is beállhatnak olyan szélsőséges időjárási körülmények, amik okozhatnak hátrányt. Így gondolok itt a párásodásra, a gépjárműveknél, hogy mi is felkészülünk erre, mint a jármű vezetője, hogy legyen nálunk minden olyan szükséges eszköz, amivel ezeket ugye a járműn tudjuk hatástalanítani. Már tart a látni és látszani elnevezésű kampány is, melyhez szakszervizek és optikusok is kapcsolódtak. Az idejében ez a plusz lehetőség, ez annyiban jelent előnyt, hogy bekapcsolódott egy szélvédő forgalmazó, szélvédő üvegjavítással foglalkozó cég is ebbe a látni és látszani kampányba, és a műszaki átvizsgálás során már nem csak a járművek virágító jelzőberendezéseit, a gumiabroncsok állapotát vizsgálják meg, hanem áttekintik a szélvédő állapotát is. Sajnos rengeteg a gyalogossal és kerékpárossal történő baleset, így a kampány rájuk is kiterjed. A főhadnagy felhívja a közlekedők figyelmét a láthatósági mellény használatának a fontosságára. Minden esetben felszoktuk egyébként hívni mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok figyelmét arra, hogy attól függetlenül, hogy lakott területen belül és közvilágítással ellátott útszakaszokon nem írja elő a jogszabály ennek a mellénynek a használatát, attól függetlenül az ő érdekükben, a személyes életük védelme érdekében erre figyeljenek oda. A rendőrség az ellenőrzések során több olyan közlekedésbiztonsági eszközt is oszt majd, ami megóvhatja a közlekedőket a balesetektől.